Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a csatornán. Én Laci vagyok, a pincémből. A mai videó témája az a távolságfüggő félpörgő dobásmód. Most ezt angolul conventional rotationnek hívják. Nem összetévesztendő a katonai félpörgővel, a military half spinnel, vagy az instinctive, azaz ösztönszerű félpörgő dobással. Na most ez a dobás arról szól, hogy minden egyik végénél eldobott tájnak van egy előrebukási sebessége. Ez függ a dobás módszertől, a tárgy hosszától, a tárgy súlyától és a súlyközéppontjától. Na most ebben a dobásrendszerben állandósítjuk a késnek az előrebukási sebességét, tehát félpörgés ugyanolyan gyorsan fog pörögni, mint az egész pörgés, mint a másfél pörgés. Na most, ha a távolságot kiszámítani, az egy nagyon egyszerű matematikai feladvány, az első fél fordulatot a kés 6 kés hosszra a táblától teszi meg. Ez azt jelenti, hogy ez egy 330 mm-es kés, 6x330 mm, 1980 mm, szóval épp hogy 2 méter alatt. Na most az első fél fordulat után minden egyes plusz fél fordulatot 3 plusz kés hosszt kell hozzáadni. Tehát az egész fordulat az 6, meg 3, 9 késhossz, körülbelül 3 méter ennél a késhossznál. Na most ez a szabály, ez elég jól működik a 3-400 mm közötti dobókésekre, és véletlenül ezek a méterek megegyeznek a versenykiírásokkal. Tehát, hogyan csináljuk ezt a dobásrendszert? Először is. A beállás körülbelül vállszélesség széles, és az egyik lábunk kicsit előrébb van, mint a másik. Nekem az ellentétes lábam van elől a dobókezemtől, van, aki ugyanazt a lábát teszi előre, kinek mi működik jobban. A csípő az körülbelül ránéz a táblára, a térd az laza, nincs kifeszítve. Na most, késnek a megfogása. Az egy úgynevezett kalapácsfogással történik, pontosan úgy, mintha egy kalapácsot fognátok. Na most a késnek a szöge, az mintha fognátok egy kalapácsot. Nem így fogtok fogni egy kalapácsot, és nem így, hanem csak teljesen, hogy mondjam, természetesen. Na most nem kell agyonszorítani a kést, hanem csak éppen annyira, hogy amikor mozgatod, ne repüljön ki a kezedből. Mindig ugyanolyan magasan fogjuk meg a kést, tehát én mindig összeteszem a kezem aljával. Na most, amikor megtörténik az eldobás, akkor nem így kilökjük az ujjainkat, hanem csak annyira nyitjuk ki, hogy a kés a centrifugális erő miatt kihúzza önmagát a kezünkből. Tehát így. Na most, kézmozdulat. A könyök, arra figyeljetek, hogy a sose feszüljön túl. Na most a kézmozdulatot a legjobban, mint hogyha egy bozótvágó késsel akarnátok valamit ütni. Tehát, hogy vagyok benne jól, így. Tehát följön, és természetes mozdulatta, mint hogyha ebbe a fába akarnám belevágni ezt a bozótütőt. Csak húzni. Tehát előről ugyanez, itt egy kicsit figyelnem kell, mert itt van egy pár alacsony gerenda, ebben ne verődjünk be, szóval előről följön, húz. Körülbelül itt lesz elengedve, kés kirepül, és a kéz folytatja a síkban az utat. Oké?
Tehát közelebbről, így, föl, így, itt kinyílik a kéz, kihúzódik. Jó? Tehát, ez hogy néz ki gyakorlatban? Megfogjuk a kést, hoppá, nézést, megfogjuk a kést, meg kimérjük a 2 métert a táblától, nekem az itt van, föl, és beleáll. Tehát kimérjük a 2 métert a táblától, föl, húzunk rajta egyet, beleáll. Na most nagyon fontos az utánkövetés, tehát ránéz, és kialakítani a mozgás koordináció. Tehát én mindig úgy kezdem, hogy rámutatok a táblára, hova akarom, hogy menjen, fölhúzom, áthúzom, és körülbelül itt hagyom, hogy ki húzza a kés, a késnek a súlya a kést a kezemből. Tehát még egyszer ráállunk a vonalra, rá, benne van. Na most a kezdetekkor teljesen mindegy az, hogy állt bele a kés a táblába. Tehát mindenki szeretné a tökéletes, vízszintes beleállást. Az teljesen mindegy, hogy így állt bele, így, vagy így. Az a lényeg, hogy beleállt. Tehát még egyszer ráállunk a vonalra. Na most nekem egy kicsit alacsonyabbat kell húznom, hogy itt ne verjek bele, de ez kialakult, úgyhogy mindig ugyanazt csinálom, és benne van. Na most. Háromféleképpen tud beleállni a kés a táblába. Így, akkor tökéletes. Ha a késnek a nyele a vízszintes alatt van, akkor az a kés az alul pörgött, under rotated. Tehát pördül előrefelé a kés, szóval innen kezdődik félből, pördül, és így ér a táblába. Nem volt ideje befejezni a fordulatot. Egészen kicsit hátrébb, vagy el, tehát meg kell növelni a távolságot a táblától. Ha a késnek a nyele följebb van, mint a vízszintes, akkor ugyanezt a fordulatban túlpörögte magát, over rotated, tehát egész kicsit közelebb kell menni a táblához. Na most, még nagyon fontos, hogy a derekunk nem kell, tehát nagyon sokan, amikor így csinálnak, akkor ezt a dobást folytatják, akkor belefeszülnek, beleadnak mindent, mintha fát vágnának fejszével. Nincs ekkora erőre szükség, nincs ekkora mozdulatra szükség. Tehát a hátad, a derekad egy kicsit mozog, de nem kell mindent beleadni. De ez a mozgásnak is ugyanakkorának kell mindig lennie, mert különben a pont, ahol elengeded a kést, az változhat akár 200-300 mm-t is. És ez már befolyásolni fogja, hogy hogy áll bele a kés. Tehát, elkezdtétek ezt a dobást, és van sikeretek, vagy éppen nincs. Ha beleállt, akkor ugyanúgy kell folytatni. Dobni, dobni, dobni. Amíg ez a mozdulat ki nem alakult tökéletesen. Na most, még egy nagyon fontos dolog, a csukló az nem csinálja ezt az ostorozásos, gyors mozdulatot, amit kiskoromban a filmekben, amikor indiánok dobálták a kést, mindenki ezt csinálta. Ezt nem csináljuk. Egy nagyon finom utánfutása van, de nincs ez. Ez megváltoztatja a késnek a pörgési sebességét. Tehát visszatérve a távolságra. Ráálltok a 2 méterre, és sosem sikerül, viszont a kés állandóan, tehát ha 5-ből 5-ször így érkezik, az nagyon jó, mert akkor a mozdulatotok a
kézmozdulat, az kifort, az mindig ugyanolyan. Tehát ha 5-ből 5-ször így érkezik, a nyele a vízszintes fölött van, tehát over-rotated, egy egész kicsit közelebb kell menni. Ha 5-ből 5-ször így érkezik, megint csak nagyon jó, mert akkor tudod, hogy egy kicsit távolabb kell menni, mert még nem volt ideje befejezni a pörgést. Na most, az a probléma, amikor a kés egyszer így érkezik, egyszer így érkezik, egyszer így érkezik. Akkor még nem ford ki a mozdulat sor, még dolgozni kell rajta. Na most kétféleképpen lehet elkezdeni ezt a dobás tanulást. Ráálltok a 2 méterre, dobtok egyet, nem áll bele. Akkor egy kicsit előrébb araszoltok, de csak 50 mm-t. Megint dobtok egyet, most beleállt. Akkor ott maradtok, onnan megint dobtok egyet. Ha megint beleállt, akkor ott kell maradni egy darabig, és dobálni. Ha nem állt bele, akkor kicsit hátrébb, attól függ, hogy a kés hogy érkezett. Folyamatosan figyelni a kést. Másik nagyon fontos dolog, 2 méter, az nagyon közel van a táblához. Tehát, ha nagy energiát tesztek a késbe, és a kés lapjával érkezik, az vissza tud jönni. Tehát addig figyelitek a kést, amíg az vagy bele nem állt a céltáblába, vagy földet nem ért. Addig le nem vesszük a szemünket a késről. Tehát az egyik tanulási mód, folyamatosan változtatod a távolságot, amíg meg nem találod, hogy itt most beleállt, megint dobsz onnan. A másik oldal az, amikor addig dobsz, ameddig mindig ugyanúgy nem érkezik a kés, még akkor is, ha nem állt bele, és utána változtatod csak meg a távolságodat. Ez kicsit nehezebb, és tovább tart, viszont a másikban meg folyamatosan mész előrébb, hátrébb, mert még nincs kiforva a kézmozdulat. És ebben a technikában a kézmozdulata fontos. Tehát, itt van a 2 méter, én egy kicsit hátrébb jövök most bőven, mondjuk van 2,5 méterre, ha innen dobom, nem fog beleállni. Ha előrébb megyek, bőven 1,7 méter, megint csak nem fog beleállni. Tehát visszamegyünk a 2 méterre, és benne van. Ez egy kicsit alul pörgött, de nem baj, mert benne van. Amíg benne van, amíg beleállt, addig az egy sikeres dobásnak minősül, ameddig nem a tökéletességre törekszel. Később, amikor már minden jó megy, akkor persze az ember törekszik a tökéletességre. Hát, ez a dobás, ez körülbelül ennyi. Azt még elmondanám, hogy én a nagy híve vagyok a kalapács fogásnak. Vannak, akik az úgynevezett csípés fogást szeretik, mikor csak így két új csípi meg a kést. Ebben nekem túl nagy, nem tudom, lehet-e látni, a választék, hogy hol mozog a kés, ezért változni fog a pörgési sebesség. Van egy-két dobó, aki az alsó párujjával kalapács fog, a felsővel pedig így megcsípi a kést. Na, nekem ez sosem ment, mert kezem görcsbe fog állni, szóval én annak nem vagyok a híve. Sima, egyszerű kalapácsfogás. Nagyon figyelni, hogy a hüvelykúj nem a késnek a gerincén van, hanem mellette. Hát, mára ennyit. Remélem, ezzel el tudjátok kezdeni ezt a típusú dobást, és akkor nem sokára visszatérünk a másik dobás stílusokra. Szóval, még egyszer, ráállunk a 2 méterre, rámutatunk. Hát akkor már ennyit. Köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok!